Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mostani játékunk Little Kitty Big City című játék. Kontrollerrel, 4K-ban. Úgyhogy a mondó vagyok. Csekkoljuk is le, hogy milyen az olyan. A játék azt találja, hogy kontrollerrel nyomassuk. Úgyhogy minden fönt, minden pörög. Úgyhogy négyszer kíváncsi, hogy a gép is mit szól ehhez, hogy ilyenen vagyunk. Kettes mentéshely. Ugyebár ez egy népszerű játék most, illetve macskás. Úgyhogy mit nem mondjak, meglátjuk. Jelentem, megérkeztünk. Na, hát ugyebár a macsek ott fönt héderelt, közben elköveteli a kart, hogy nyomkodjuk ezzel a bal analógot. És hát úgy döntött, hogy a nagy nyújtózás közepette listi-lusti módon lezúg. Hát ez szokásuk a macskáknak, hogy így becsapódnak. Na nem ekkorában, szerencsére itt minden is jó volt, bár hogy látom próbált repülni, illetve Shiba Inu megijesztette, és még tovább zúgtunk. Na, itt is vagyunk. Hol vagyok? Írja. Bár gépi magyarítás van rajta, meglátjuk mennyire lesz jó. Menj haza a feladat, nyomjuk meg a gombot. Ágám. Igen. Leltár. Cat Kivments helyett. De olyan hosszú az út felfelé, több energiára lesz szükségem a mászáshoz. Nem sok kajak hisztizik a cica, hogy neki haza kell menni. A szalat hiába nyomom, nem tudom. Itt vagyunk, jobban analóggal a kamerát forgatjuk. Lehet szépen lassan mászkálni, van a egy csillag a bal combja fölött. Irányításról nagyon nem mond a játék semmit, függetlenül, hogy felfele nézeget. Jobb ravasz nyomva tartva ilyen mancs, ballal bal, bal hátsó RB-vel sunyulunk, és akkor jobban megfutunk. Na víz. Hát a víz az nem tetszik neki. Úgyhogy, és honnan zúgtunk le amúgy? Csak mert hogy szerintem valahonnan magasabbról. Kérdés, mekkorát repültünk, mekkorát dobott rajtunk az a madár. Itt van egy tábla, hogy hát övezet. Aha, a A-val ugrunk. Ez érdekes volt, hogy hova akarunk ugrani. Lecsúszunk, mint egy darab macska. Illetve tudunk simán. Ha, megvan őrülve az irányítás. Jó, és amúgy, ha kontroller helyett billentyűzetegérrel akarom, akkor mi van? Dupla VS AD, Shift-tel futunk, Space-tel ugrunk. Vagyis még oda se hajlandó felugrani macska létre, és simán lefejeljük azt ott. Aha, így ide fölmentünk, és a túladatleg gratulálok. Jó, próbálkozunk tovább a kontrolleres irányítással, hát ha. F, hát random teli tudunk fejelni bármit is. Szóval én ugrani akarok. Na, de akkor is ilyet ugrik. Jó. Akkor nézzük így, mit csinál.
Erre eljövünk. Kukucs. Valahol madár. Ott egy labda. Na nézelődjünk, ezt itt fel kell fedezni, ezek szerint nem nagyon mondja meg a játék, hogy mit csináljunk. Simán ugrálással nem történik semmi. Akkor menjünk ide be. Kukucs. Vedd fel. X. Ágám. A ugrás. Jó, hogy megtanítja a játék a dolgokat. Miért jó nekem, hogy ezt fel tudom venni? Hoppá, hát az leesett. Egyből kaptunk is egy arkimentet. Törjek össze 10 tárgyat. Köszi. Igen, ide ki tudtam vele jönni, ez nekem miért jó? De aranyosan fogja. Igen, van itt leanimációja, amiben üres járaton csinál dolgokat. Nézelődik. Na, téged leverni. Hoppá, hát nem összetört. Összetört. Erté és erté, hogy húzzon. Hogy? Hát igen, macskaként ezt le is vertük oda szépen. Szépen átkecsesen. Hogy? Pofoszkodni azt már tudunk. Eljen a hurrá. Tartsd a precíz ugráshoz. Igen, ez az üveg itt. Semmi. Vannak itt ilyen jó dolgok, és mintha arra fele tudnánk menni amúgy. Hát nyomva tartva. Oda ugorjál. Úgy. Nagyon nice. Jó, el is útban van. Oda le. Ott egy madár. Nocsak, 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 csak nem el repülő cica. Ő dobott el minket? Hozzám beszélsz? Nos, én nem látok más kismacskát, amelyik a levegőben lazán lecsapja az ártatlan varjukat. Egész jó a magyar nyelv amúgy. Te voltál az? Nagyon sajnálom, baleset volt, tudja. Baleset, mi úgy tűnik több repülési gyakorlatlanra van szükséged. De valóban nem tudok repülni. És ezzel a hozzáállásra soha nem is fogsz. Gyerünk csak, hogy a szárnyédel és kövess engem. Találd meg a varjuk, mint feladat. Na, emberünk ott van, nézd. Ha-ha-ha. Odaugorját. Nézd, ember, kapsz. Kapsz ilyet, amivel lehet. Dolgozzá. Oda, nézd. Ha-ha. Na? Kemények vagyunk, keményebbek voltunk, mint a tárgy. Hogy? Lejövünk eléd? Legyen művész. Na nézzük. Nem sokat értek a művészethez, de szerintem ennek a műnek jól jön négy cica segítsége. Varjú azt mondta, hogy kövessem őt, de hát hová ment? Aha, itt sorra jönnek befele a teendők. Tudj. Igen, összemancsoljuk. Kell egy kis lila is. Igazi művészek leszünk. Na? Meg is lett. Nagyon örül neki. Kap egy kis barnát is, ami piros szerintem. Tagy. Kap szürkét is, ami fehér. Igazi macskásan. Hogy kell. És a kamera átmegy a falon. Na, hát ez is megvan. Nagyon örül neki. És arra nem tudunk kimenni. Oké, akkor hátrábról egy kicsit. Így se semmi. Na, próbáljunk meg innen kimenni.
LB kúszás. Jó, de viszont az a papucs már nem kell. Látok valamit, ami kellhet nekünk. Oda ugorjál föl. Na. Ahogy. Most, hogy elbújtunk itt, erre megyünk. Errefele nem látok semmit, és azt mondom, hogy eléggé gomba még ez a macska, hogy rendesen kifusson bárhol. El is átanimáljuk magunkat inkább oda, mint hogy Rilbe átmásszon. Jó. Kérdés, hogy ezen tud mászni? Pedig adja magát, hogy ott másszon. Balra-jobbra pofoszkodunk, pedig arrafele valami lehet. Most itt vagyunk a kettő között. Nice. Hát lehet, hogy megposztulunk, hogy ide bejöttünk. Egyetek almát, egészséges. Vagy most bebagolt a karakter, mert egyáltalán nem hajlandó kapaszkodni. Pedig törül magának. Hozzá. Tudunk dorombolni. Oké. Okay. Tudunk nyávonni. Az már fej. Kinyávogjuk magunkat, de nem nyitja ki az ajtót. Eltűnt a mancs nyomunk. Akkor lehet, hogy innen kell oda felugrani? Oda. Majd oda. És én oda akarok ugrani. Ahogy. Hát kijöttünk, most már nem vagyunk beragadva, de hol vagyunk? Azon kívül, hogy közölte a Vali, hogy mi vagyunk a repülő macska. Onnan estünk le. Jó nagyot repültünk. Mit ne mondjak. Most van egy érzésem, hogy fölmenni se fogunk tudni, mert ott csillog a törölköző, hogy igen, ott van, de az le fog esni, gondolom, ahogy megkapaszkodunk. Oké. Okay. Föl tudjuk venni. Zoomies. RB. Ez a futás lenne. Aha, szóval errefelé is van egy kiutad. Jó tudni. És akkor erre nem tudtunk átjönni először, mert ott a kuka, amiben fölé lettünk. Csak hogy jó legyen. Focizzunk. Annyira adja magát. A háló hátulja. Szeredd meg minden futballgolt. 4 futballgolt kell lőni. Ó, egy... Nem egy labdát kell 4-szer, akkor van 4 ilyen a játékban.
miért tanítja itt most nekünk a futást? Pev, víz. Macska meg a víz, haverok. Vagy nem. Most meg csöpög rólunk a víz. Azt nézem, hogy abban a tükörben nem látszunk. Igen, mi van? Bumikacsa. Úgy leraktuk oda, kaptunk érte semmit. Igen. Akkor itt átkúszunk. De amúgy ott lakunk, akkor miért is erre jövünk? Ott bekeresem, ott a holló. Ott meg emberek. Kutya! Hé, maradjatok csendben! Találd meg a varjutat, megvan. Őszintén, ezek a kutyák azt hiszik, kövék az utca. Szóval tessék! Mi tartott ilyen sokáig? Elfelejtett és szárnyát bontani? Nekem nincsenek szárnyaim, mondja a macsek. Mi az, akkor hogy repültél? Nem voltam, leestem. Leestem az ablakomról, és most itt vagyok lem. De ha nem tudsz repülni, hogy tervezed, hogy visszajutsz oda? Oda? Aha. Elég nagy pácban vagy, nem igaz? Hadd gondolkozzam. Megvan, mi a helyzet azzal a gyengébb repüléssel, amit ti szárnyalatlan lények csináltok? Szuszogással és fújtatással és karmokkal. Az érdekesség, mert most ugyebár a 4K-s capture card van rákötve a gamer gépre, 4K-ba van. A streamer gépen viszont csak 1440p a monitor, úgyhogy fel kellett csalnom 4K-ra, hogy 4K-snak higgye magát kijelzésileg. Itt tudtam az OBS 4K-ra állítani. Viszont még itt előttem, hiába mutatok oda föl, a gamer gépen kötött tévén, a 4K-n lila a szövegbuborék, addig itt a fejem fölött ez rózsaszínnek tűnik, kíváncsi vagyok, mi lesz a felvétel, mert lehet, hogy ez az olcsó capture card, ez hiába 4K 60 fps, ez ennyit tud. Azaz a színekkel nincsen tisztában. Úgy érti, hogy mászni? Én is ezt mondtam. Nem vagyok benne biztos, hogy van energiám a hegymászáshoz. Már akkor megéheztem, amikor elestem, vagyis leesett. Szóval a tipikus házi cica. Szóval, ha egy barátságos szomszéd varjúnak véletlenül van egy szép, szaftos hal... Tényleg? Akkor ez a Crown ismerős, az varjú területére vezet minket. Kereslet és kínálat. Tudok adni egy fincsi halakkal tele energiával, és én fogom követni 25%, vagy 25, hát érme is. Az egy alnyacsavar egyébként, meg egy gemkapocs, shiny. Mi az a shiny? Tudnod kell, hogy amit... Shiny? Azaz, hogy nem tudjuk, hogy mi az a shiny, gondolom ez a fizetőeszköz. Ezek azok a csillogó dudák, amiket mindenhol elrejtve talált bokrokba, párkányokon, néha a közlekedési kupok alatt. És értékes? Értékes, felbecsülhetetlenek. Hát ebből látszik, hogy így bár a varjú szeret lopkodni, és a csillogó tárgyakat ellopni. Tehát ragaszkodnom kell hozzájuk. Akkor nem kellene 25 halat kapnom 25 shinyért? Mondtam, hogy felbecsülhetetlen? Értéktelenre gondoltam? Veszélyes még mindenkinek a varja kivételével. Valójában nem kellene így hevernyük a városban, megsebesíthetnek valakit. Tehát ha összegyűjt 25 shiny sebességnek, nagyon felelősségteljes képes lesznek ártalmatlanul őket, hősök leszünk, az. Szóval a deal 25 gemkapocs vagy a
anya adja egy halat, amivel 25%-kal jobb mászásunk lesz. És akkor kapok egy halat. Persze. Rajta vagyok. Na hát, dia. 25 Chrome Shiny-t hozzunk neki. Na, mondjad, kutya. Be vagyunk szarva a kutyától, jól van. És ott is van egy pirula. Mit tud az a pirula? Most nem tudom, hogy bebugolta a játék egyébként, hogy nem kapaszkodunk meg. Meddig látványosan becsapódtunk mindenbe. Szerintem itt van egy, amit keresünk. Találtam egy shiny-t, aha. Akkor fussunk. Madár! Na, de baj, nem látok olyan kukát, ami onnan. Ott egy másik macska. Csá macska. X-el beszélem. Itt egy új arc. A madar, aki ott él, megnézni? Meg sosem láttam őket ilyen közelről. Üveg nélkül nem? Á, egy benti macska, ez megmagyarázza. Még közelebb kerülhetek hozzájuk? Igen, megteheted, sőt, még meg is tarthatja őket. A trükk az, hogy az EB-t közelükbe lopakon annak, hogy megijeszteni őket, és akkor te csap le, és megijedtünk. Ez meglepett engem. A legjobb ugrálást csinálni kicsit. Elég óvatosak, minden bizony a legóvatosabb az, hogy elkerüljenek egy kis macskát. Azt hiszem, mindig ott van a kenyérre vonatkozó javaslat. Kenyérre vonatkozó javaslat? A kenyérre vonatkozó javaslat? Na, még háromszor mondjuk el. Következőképp működik. 1. Kenyér beszerzése. 2. Használjunk kenyeret csaliként a madarak számára. 3. Készüljetek, szerintem. És még mindig nem. Csap le! Simán. Á, oké, megvan. Kenyer plusz madarak egyenlő fogás. Van egy kis kenyered, amit kölcsön kérhetnék? Sajnos nem. A kenyér az emberektől származik, nem a macskáktól. És oda kakált. Oda tojt a madár. Ott van a zsebükben, az aktatásukban, sőt, meg a kezükben is szorongatják. Ettől az övék lesz. Idéglenesen, de a tiéd lehet, ha elsajátítod a láb alá kerülés művészetét. Művészet? Csak RT-RT, súrold a lábukat, amikor sétálnak, ha megbotlanak, leesik a kenyér. Azaz ki kell karmolni a lábukat. Köszönöm a tanácsokat. Jó, hát itt totyimotyiznak ezerrel. És ha felfogok egy ilyet, mert folyamatosan ezen gondolkodok, hogy ezt be tudom-e ilyen helyre dobni. Reménygyűjtő. Hoppá, hoppá. Másik shiny. Száztétel újrahasznosítása. Ó, nagyon megindulunk. Add ide. És mindegyik ad valami csillogót. Még ha százat nem is szedünk össze, azért jócskán fogunk találni, hát. Vannak itt mit kidobálni, kérem szépen. Okos cica, környezetkímélő. Már van 5. A legugolunk. Páncs! Lassítva megy az egész. Fogj egy madarat, meg lett, mint archivment. Lett egy tollacska. Hova nekem még kenyér se kell hozzá? Na, milyen vagányak vagyunk. Eddig mehetek? Eddig? Ez gagyi volt. Nem tartottam nyomva az át, csak ugrottunk egyet egy helybe. Mik a lassítás? Igazi Matrix, átlátunk a falon, a padlón, a mindenhol. Csat! Ahogy. Kettő tollunk is van, na? Megdicsérni?
Megcsináltam. Gyorsabb vagy, mint amilyennek látszol. Thanks, I think. Kösz, gondolom. Kiért angolul, meg magyarul is. Nagyon értékelem, hogy elengedted. Ez egy szigorúan fogd és engedd el környék. Hát mi már csinálhatnék vele? Ő is nevet. Eléggé... Egyébként tartsd meg azokat a tollakat. Úgy hallottam, néhány állat szereti gyűjteni őket. Biztos vagyok benne, hogy a madaraknak ez megfelel. Tudod mit? Ez még soha nem merült fel. De valószínűleg egy kicsit feszült vagy a sok ugrálás után, próbáld ki ezt a relaxációs technikát. Na, Big Scratch. Ó, micsoda nagy nyúlás. Használhatja, lenyomva tartja az Y-t. Köszönöm. Viszlát, kicsim, mondta. Az egy nagy csúnya kandúr, mi meg egy kicsi. Most tény, úristen, meneküljünk. És akkor... Nem lehet megállni az érzéseket. És hatalmas nyújtózás, kérem szépen. Archimment is járt érte, ezt mögöttem ki is érte a rendszer. Úgyhogy kérem szépen, megy kontrollerrel is. Az itt nagyon örül nekem. Hurszolni jár és kurtusza. 10 alkalommal meg kell, hogy simogassanak. First blood! Papára, Ellen, add ide a mobilodat. La. Run. El akart kapni? Segítség! És elmegy mérgesen, hogy a mobiliát elvettem. Ne mobilozzon, kérem szépen. Lehet, hogy valakinek jól jön az a mobiltelefon. Kidobjuk, kérem szépen. És fel is vettük. Látok ott a fán túl egy csillogó valamit, amivel most elkapjuk azt a madárkákot. Wow! És ha nem nyomok semmit, akkor ugyanilyen belasítva megy végig. Igen. Csat. Lassan pucer lesz az összes madárhe. Szóval ott fönt van valami csillogó. Na, mobiltelefon bástya. Ez pofár esett. Doromboltam. És dühös. Olyan kell nekünk, akinél van kenyér. Na? Akkor essé hasra. Na úgy. Nem sikerült. Ne te! Nem jó, ott a fánk a kezébe. Ennek meg semmi nincs. Essé hasra. Nem hagyja magát. Na a csaj. Nem akarta. Nem mindig rosszat nyomok. Na nézzünk erre, mi van. Ó! Egy kukabúvár. Haha! Gyere csak ide! Majdnem megvan. Ez! Csak egy kicsit! Többet! Igen! Most pedig tűnjünk el innen. De rendben van oda be? Pillanattal ezelőttig igen. Könnyű volt bejutni, ezért feltételezem, hogy ugyanilyen könnyű lesz kijutni is. Szeretnél kis segítséget? Hadd próbáljak meg még egy dolgot. Az feladta. Készen állok arra, hogy segítsenek, kérem. Ha innen tolom, akkor tudod húzni. Én. Mesd ki a csövet a csőből.
Akárki is ő nagyon beékelődött oda, talán egy rántás a farkánál segíthet. Nice. Hogy? Megvan. Köszönöm, szívesen. Amúgy ez a karakteren mennyit láttam másnál belőle. Azt hinnénk, hogy egy mosómedve, de nem. Ez egy ilyen úgymond kis vörös panda fajta. Mit csinált-e oda be? Kerestem tollakat az új találmányomhoz, és láttam, hogy valami csillog a csőben. Feltételeztem, hogy egy biztos a híres Inverted Collectors Edition Getsku emlékérem. És hát bementem. Egy mi? A híres Inverted Collectors Edition Gekku érmék, emlékérem. Miért akartad azt a importált gyűjtői gekkót, Tingi? Ezekben a medálokban van az a furcsa hiba, ami miatt Gekku úgy néz ki, mint egy nukleáris sugárzásnak kitett tengeri szörny, nem pedig mint egy nukleáris sugárzásnak kitett nagy gekkó. Egy vagyontérnem. De kiderült, hogy ez egy normális ikon, ugyebár ez a shiny, azaz fényes, és aztán elakadtam. Akarod? Kérem. Tessék. Köszönöm. Na, kaptunk már 7, van. Ennyi? Azt mondtad, hogy feltaláló vagy. Én voltam. Szeretek problémákat megoldani, néhány állat meg azt is mondja, hogy csak azért alakul új problémákat, hogy megoldhassam őket. Milyen bunkók. Rude. No, it's complete. És akkor majd is a magyarítás, szerintem egyébként ez a magyar nyelv egy automata fordító lesz. Ne, így rámegy. Nem, ez bók, mint amikor azt mondják, ó, kedves, ehhez hozzá se fog szokni, vagy tanuki valójában nem kellett volna, vagy nem tudtam, hogy egy mosómedve megdarhatja ezt a sok űridőt. Igazából az utóbbi elég durva volt, én egyértelműen egy tanuki vagyok, nem mosómedve. Mi az a mosómedve? Olyan, mint egy kis medve, bocs, hosszú csíkos farokkal. Állítólag egyesek szerint úgy néz ki, mint a tanuki, én magam nem látom. Mind dolgozol most? Á, ez mind nagyon izgalmas. Valójában azért volt szükségem a... Várj, érzed a madártollakat? Lehet, hogy migrénje van? Milyen szaga van a tollaknak? Tollaknak vannak valahol a személyed körül. Tudom, bár jó ég tudja, hol tartod őket. Van nálunk toll, ugye, bár már 7 darab. 7? Nem, 4. És az akarja, az a fej. Ez lesz? Tudtam! Ó, milyen izgalmas! Add ide, add ide, add ide! Hoppá, elfelejtettem a jó modromat. Kérlek, adjál! Nesze! Köszönöm! 3-at kellett odaadni neki. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Már meglett. Feladod. Akarsz látni egy klassz találmányt, ami eltorzítja a téridőt? Ima mér neki munkavarázsa? What? Klassz portál mit? Talált ki, hová vezet? A csatornába. Többé már nem. A villogó kavargó fény nem csak a csatorna gőz, ez varázslatos. És ez azt jelenti, hogy mostantól Petwork, TM, copyright, minden van. Do you mean network? A hálózatra gondolsz? Ali, ez csatornára? Én nem, ez egy hálózat, de ez neked szól, egy házi állat. Hová megy? Nos, ez egy koncepció bizonylat, tehát valójában csak oda megy át. A túloldalra. De ez még mindig megkerül ezt a kerítést, ezért meg kellene visszafogni a csodálatát. Ugorj be! Nem akarok. Ja. Mi van még itt? Olló, papírok, floppy lemez. Ez határozottan egy floppy lemez. Valaki legyártott 3D-be egy mentési kont. Mert a 90-es évek előtt az használtuk mindig az adattárolásra. De hogy lebegott a nyavala? Na menjünk.
És tudasd velem, ha működik! Várj, mi? Mi van veled, macsek? Tada! De hol? Ő is vár. Azt mondtam, tada! Ez az én végszavam? Várj, hol vagy? Hát teljesen sötétet és izgalmas szaga van, úgy hangzik, mint egy hely. Teljes sötét. Hadd nézzem meg a visszajelző kérdőívemet. Oké, kezdődik. Tesztel anya saját szemgolyójának a birtokában van. Egyáltalán nem tesztelted ezt? Ez az én kérdőmet csináljuk meg először. Te igennel vagy nemmel válaszolsz a szemgolyókra? Igen. Kiváló! Második kérdés. A vizsgálatilag rendelkezik-e minden szükséges végtaggal? Vannak nem kellő végtagok? Ott van ez a teszt alany szó. Úgy tűnik, hogy a teszten egyre kevésbé együttműködő. Miért ne próbálsz meg mozogni, és meglátjuk, hogy ez kérdést ad-e a végtag kérdésre? Valahogy éreztem, hogy a kukába lesz. Yeah! Hol vagyok? Hova a szemét belandoltál? Miért nem mondtad korábban? Szemét? Elért volt ismerős a szaga. Már onnan kezdtük a világot. Ez nagyon izgalmas. Ez azt jelenti, hogy a patchwork működik. Csak az érkezési rendszert kell egy kicsit finom hangolnom. Te úgy hát megteted, én is beugrok és visszajövök. Visszajössz. Gyere vissza! Tudod? A visszautat? Visszatérés, mi? Az a rész, amikor visszatérek ahhoz az első portálhoz, Tanuki. Lenyűgöl, igen, látom, hogy ez hasznos lehet. Főleg, hogy most egy megmászhatatlan kerítés túloldalán vagy meg minden. Mondjál, mit fogok dolgozni a visszatéréssel, és elmehetsz a felfedelésre. Mit gondolsz, mennyi ideig fog tartani? Úgy tapasztalom, hogy kevesebb a vádaskodás, ha nem tartom be a határidőket. Azaz nem mondja meg. Hogy jelentkezem, ha a fejlesztések készen állnak egy tesztalanyra, egy laborasszisztensre. Bye! Jó, mert kidobott minket a túloldalom. Ott egy cső, ott meg egy csillogó. Amiből így most már van 8. És átjöttünk a víz ezen oldalára. Tessé hasra, mert én azt mondom. Tudom, essél hasra. De miért nem érted, hogy el kéne esned hasra? És ki víz? Hát mi van veled, ijedj meg! Tisztidünk. Áthad a vizem. Milyen édezdene. És maradj kin! Megint. Ne utasd már azt az archívmentet, ijedj meg. 20 ember megbotlik, nincs meg. Megsimogatás sincs. Madárbefogás. Szemétgyűjtő. Shiny. Igen. Összes állat, tárgy, még valamit össze kell törnünk. Na? Hol van, ami meglett? Itt van. Kirúgnak egy boltba, miau 10-szer egymás után. Emót használata. Na, a nice. Kérem szépen. Ülök. Emót. Ez mind. Kis fekvés emót. Tudunk nyávogni. Nice. Ülök emót. Na, működik ez, csak akarni kell. Cukik vagyunk. És a nagy nyújtódás. Szuper nagy nyújtódás. Elől-hátul macska nyújtódás. Jó, és akkor azt a pistikét valahogy el kéne kerülni. Ő már jön is ide egyből. Ne hisztizzél, mert megharaplak. Vagy legyen ávogra.
Hát azt nem tudjuk felvenni. De fel. Éppen bandukulunk. Ott egy madár. Ott van még csillogó. Ott vannak ilyen akármik. Hát ekkorát tudunk üzenni. Rádió nem kell. Recs. Ó ne, ó ne, ó ne, ó ne, ó ne, mondja a... Hát szarvasbogár talán. Elég vadállatnak tűnik. Jó vagy? Do I look okay? Jól nézek ki? Mármint úgy nézek ki, mindenki jól van. Bocsánat, 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 nem akartam bekattanni. Semmi baj, történt valami? I made a big mistake. Nagy hibát követtem el. Nagy hatalmas lol. Segíten, ha beszélnénk róla? Talán, de azért túl nagyon kellem, hogy ilyen kis cica segítsen. Úgy értem, hogy 2021-es nagy hashtag hashtag-domba katasztrófánál is nagyobb hiba. A mit, mikor? Tól, hogy hogyan várhatom el, hogy működtek a Fefiket, Tefi Takeovert, a közösségi médián működő telefon nélkül. Nem mondod, hogy ezért tudunk mobilokat szerelni, hogy ide kell hozni egyet. Miért használsz TikTok órácsokat, mikor beszélsz? Úgy érted ezeket? A hashtag, nem, hashtag a hashtag varázslat, hashtag varázslat, hashtag kérdője. Fajta, de nem kell ennyire. Tehát ez inkább olyan, mint a hashtag ez. Megkaptad ezeket, de egyébként hashtageknek hívják, arra használ őket, hogy különböző online terekben beszövődjenek a dolgait. Ezeket úgy hangzik, mint a varázsigen. Láthatom ezeket a helyeket? Telefonom nélkül nem, és a telefonom jelenleg úgy néz ki, mint... ez. Most lekakálta? Igen, most kifagytunk? Ó, az én emberemnek is van ilyenje, de az nem olyan ragacsos. Tehát általában az ez az enyém. Nedves betonba dobtam, lol. Mit értesz, hogy lol? Mit értesz, hogy lol? Ez csak azt jelenti, hogy hangosan nevetni. Hát egyáltalán nem nevettél, szomorú voltál. Aha, de ha azt mondom, hogy lol, ha szomorú vagyok, ha ne. Nem mondhatod el, hogy szomorú vagyok, legalábbis ez volt az ötlet. Lol? Lololololololol? Pontosan. És ezért vagy ideges, mert belejtetted a telefonod, mi? Igen, szükségem van a munkámhoz. Tefi biztos ki fog romni, ha nem javítom meg, lol. Ki az a Tefi? Ő a főnököm? Vagyis lenne, ha fizetnének érte. Ő egy ikon, egy jelenség, egy rémálom. Úgy gondolom, hogy Furbiz magazin a legszebb milliárdos az interneten. Egy bolyhos rémálom. Várj, Tefi egy macska? Nem, Tefi a macska. Ő az ott fenn. Ó, te. Ismerem őt, láttam őt az emberem telefonos izéjében. Neki van a legmenőbb háza, a legjobb ruha és a legbolyhosabb bundája. Én választom ezeket a ruhákat és a bundát is én stilizálom. Valójában éppen itt kerestem inspirációt, amikor leejtettem a telefon. Ha nincs telefon, akkor nincs internet, és ha nincs internet, akkor nincs úgy Tefi tartalom rajongói számára. LOL! De szörnyű hír, helyre kell hoznunk, hadd gondolkozzam, mondja a macska, és olyanokat nyávog, mint a fene. Tudom! Szerzett neked egy új telefont. Meg tudod csinálni? Azt hiszem igen, az embereknek van legalább egy-egy telefoni lép, úgyhogy csak kölcsön veszünk egyet. Imádják Tefit, úgyhogy örömmel segítenek majd. Várj itt, bogár, mindjárt jövök egy telefonnal. LOL! Elemao, köszönöm! Cserélj ki a bogár telefonját. Segítek egy embernek csökkenteni a képernyőn töltött időt azzal, hogy kölcsön veszem a telefonját a bogárnak. Jó, a vicces az, hogy van. Ezt most el akarom ott kapni. Elmenekült, lol.
Off. Rendetlenség megvan. Megvan a 10 tárgy összetörése. Én azt akartam leverni amúgy. Emberünk ott jön. Kicsit arrább jövünk. Megvárjuk, míg a madár nem a friss betonba száll le. De. Szóval, hogy ide elénk szálljon le, azt akarom. Hát az nem fog így oda leszállni, ahova kell. Jó. És az emberek abba az utcába mászkálnak. Hogy a műanyag fejű menjen itt el. Meg elmennénk arra, de nem tudunk, mert mér. Pukkadj meg. Megint itt a kutya. Megijesszük? Na, de telé feljártuk. Most erre feljövünk. Add át. Ez a leesős macska szindróma volt. Nem baj. Eldrifteltünk. A popreciz ugrást hajtsál végre. Ahogy. Ész nélkül nem lehet. Tudj. Majd oda. Meg is van ragadós üzlet. Szört lét az összes madárfészket. 10 madárfészek van. Lol. Miért pont a madárfészkeket? És tudunk a levegőbe állni. Nice. Flacs pofára. Igen. És beszélni nem tudunk veled? Nem. Jó. És ha irányítás visszakap, nem örülné. Elmenekült, jó. A budiba bármi. És ott a macska a képen. Jó. Arra egy kutya van, akinek szendvics hiánya van. Itt van ez a mesüge fejű. Aki miatt átkerültünk ebbe az irányba. Köszönjük a tudományhoz való hozzájárulást, szólok, ha befejeztem az adatok elemzését. Hát, ez nem vagyok veled előrébb. Mehetünk is tovább. Te veled mit lehet? Húzni? Ó. Úgy. Gyűlünk szépen összefele, ez itt volt mögöttünk, gyere csak le! Gyere le vidéki, gyere le, körbe nyávoglak így, mau! Átjövünk. Itt egy szép shiny. És mi van még itt? Ugrani nem tudunk. Oda bemenni nem tudunk. Itt nincs más. De mit írsz? Ja, a kúszás csak. Igen.
Oké, akkor téged el tudlak húzni. Jó. És itt ki tudunk jönni vissza. Ja. Na hát akkor itt vannak emberek, de itt már szereztünk magunknak egyszer egy telefont. Ott meg szendvics van. Pafára. Add ide. Ott menjél már be. Új. Hogy? Iparművész! Összemászkáltuk a friss betont. Hol a Pistike? Ott a Pistike. Ja. Nekem tetszik. Mobilunk már van. Ja, azt ide föl kell vinni, he. Oda föl. Nesze bogár, itt egy mobil. Cserélt, jeki a bogár, te csináltad. Nagyon-nagyon köszönöm. A régi takarod még mindig készít képeket, csak nem tudsz vele mailezni, vagy bármi más. Mi az az e-mail? Nem szoktál e-mailezni? Nem hiszem. Még soha nem kaptak meg, vagy hallotta a per utolsó üzenetem kifejezést. Nem bár most, hogy mindent belegondolok, minden üzenetemet dorombolom. Milyen boldog életet élhetsz, Kitty? Mindegy, itt a telefonod. Yeah, betonbabártott telefon. Lehet, hogy már nem okos, de a kamerával továbbra is működik. Nyomd meg a lenyilat, a fotomód megnyitás az képek készítéséhez. De okos az attól, még ugyanúgy hiába volt betonba, csak simán le van tiltva szerintem. Most adom készkelni ünnepi selfit. Nyomd meg a kamerához, és kattanjon, és lol. Snob happy. Ah, és akkor megáll a világ. Na. Csat. Tetszik? Nekem tetszik. És ebből képernyőképet is csinált a játék. Oké. Jó, még forgatni is lehet, el ne szédüljetek, bástya. Kaptok fejjel lefele képet. Minden játszik, minden. És ott az ember, yeah. Na. Papkadzi. 20 fényképet. Most komolyan 20 selfit el kell lőnünk. Nem már. Állam gondolkodok, hogy oda hogy tudunk fölmászni, mert van ott valami, ami nem tudom mi. Egyszer nem fogunk tudni átugrani. De. Jó. Sapka, kemény kalap. Hello, itt egy kis szörös biztonsági tiszt. Megnézhetem a rákcsálni valóitokat. Nem vagy a készlet megtekintéséhez. Ó. Lett ilyen sapkánk, he. Visel. Na, áthatalmas ásítás. Ennyi. Na, ezt selfit érdemel. Ez meg jó beállás is, ha ott vigyorom. Persze, itt az ötödik.
Komolyak egymás között. De szerintem Japánba játszódik. Így is kidobsz? Meg driftel a mancsunk. Na? És így nem bánt. El tudom kapni? Nem. De így már nem bánt a Chávez. Mi rajtunk is sityak van. Ha sityak van, nem bánthat. És a kutya? Van ott egy madár. Na, gyorsan itt hagy. Nem ijedtünk. De megijedünk, csak nem voltunk elég köle. Ott van mögött egy sapka. Mondjon, a másik nincs. Ó, még innen is át tudunk ideugrani. Nice! Jó, és akkor abba az irányba kell visszamennünk. Csat. És szépen átrángatjuk magunkat itt. Figyeld, de hát ugyanaz a jelünk. Arra mi van? Ide is lehet kidobálni dolgokat. Csak hogy nice-mice legyen. Így. Majdnem lekakkantottak minket, de vigyázzunk. Na, te! Dobod! Ha beilleszkedtem, leülök. Élvezd az öt kartondobozt. Amót? Ó, ott egy macska. Mit tudunk kezdeni a dollóval? Na te macska, itt mit csinál? Először is csapatunk egy selfit. Figyeljük a főnököt, hogy héderel. Pázlom. Ah, milyen szemet ilyen meg. Tud segíteni nekem? Én vagyok a polgármester. Ha a polgármester nem tud segíteni, akkor senki sem tud segíteni. És ez a stílus a Dying Light-ból volt Gácsitól ítélve. Hogyha a mama nem boldog, akkor senki sem boldog. Áll az égnek, hogy megtaláltalak. Tudja, tisztelendő úr, haza kell jutnom, és szükségem van Shinikra, és itt vannak ezek a szemetesek, és... Brrr, egyszerre csak egy dolgot, barátom. Ez az egész úgy hangzik, mintha aggódnék. A macskák nem a munkára vannak kitalálva. A macskák a csíntevés és horkolásra teremtették. Mi puhák vagyunk, álmosak, néha szeszélyesek, néha dolgokat lögdösünk a padlóra. Igen, de... Már a lelkesedésed fárasztó, a major nem tud segíteni senkinek, ha elmos.
Nem akarta. Tehát segítened kell a majornak, hogy elérje a szundikálási időt. Ez a helyes és helyes darabból. Én... Első feladatod a polgármesterként a gyűlölt lekváros üvegek lesznek. Mondja. Ilyenkor is van selfie? Nincs. Te vállalatosók! Eltávolítások ezeket a szemfényvesztőket a polgármester látóköréből. Ó, még ki tudja nyitni a szemét, he? Nem csak sárga tud lenni, az már fej. Mi van veled? De ez csak megvált? Ez egy szimbólum. Egy szimbólum, hogy az ember már nem fél a macskától. Polcokon hagyják az üvegcserepeket és elvárják, hogy ott maradjanak. Ez nem folytatódhat. Az hiszem, ennek van értelme. De amikor azt mondtad, hogy távolítsa el őket... Húld meg, nyomd, crash, marr. A jar törése altatódal lesz szerény majornak. Azaz a jar, mint befőttes üveg. És akkor segítesz nekem? A major nem halt téged a szimbolikus jambori zajától. Szép mocska egyébként. Segítsen a polgármesternek aludni. Törékeny lekváros üvegek leverése a magas polcokról. Nehéz feladat, de valakinek meg kell csinálnia. Élvezet lesz vágni a 4K-ba ezt a videót. Ennek kiderül, hogy mire lesz elég a config. A játék meg a fölvétel alatt gyönyörűen megy. Nail Jam. 1. És már ideges. Ott a másik. Azt nem mondta, hogy te onnan el tudsz engem venni. Ki tud dobni? A saját macskád ott van, ijedj meg. Nem baj. Úgy föl. Följem, még följem. Na ezt kapd ki, öreg anya. Ha-ha-ha! 2-0 cica javára. Bemegy duzzogni, kijön duzzogva. Innen oda át tudunk ugrani? Mondom, ugrani? Oda, úgy. Kicsit bebagoltunk a falba, de így is jó. Na ezt kapd el. Nél? Tadá! Hogy kerültünk át ide? Na. A fára! Al is! Na megkaptad, add ide! Tökéletes a polgármester, most már szunyókálva. Miért megteszi kényelmesen, azt mondta, hogy tudsz segíteni. Igen, a major most értékes segítséget fog nyújtani. Köszönöm. Ha segítesz nekem megtanulok arra, hogyan kell hivatalosan reagálni a Jam Jarsra. What? Vagy bármi más szörnyű. Voila. Hui, ez az én undorító arcom. Ez nem egészen az volt, amit a majornak nincs szüksége a háládra, kis helyettes. Bocsánat, igen, köszönöm, vagy nem köszönöm? És most a polgármesternek meg kell pihennie. Olyan álmos, annyira képtelen meghallani további segítségkéréseket. De... bealudt. Selfit róla. Így meg lesz a 20 pikpak. Nem, de múltunk már van. Ennyi.
Kis öklendedő arc. Add ide azt a szendvicset. Mondom, gyere ide! Fussá már! Köszi! Az is pofára! Az is pofára! Kapsz ide, Szent Jót! Úgy! Behet rá a madár! És pont nincs benne a hatósugárba. Vagy benne van? Lassítva ugrik. Csat. És lekakírták a kenyeret. Fúj! A fára. Pef. Ez a laszti. Hol a kapu? Jó pofa nélni őket, hogy pofára esne. Ott a... Na laszti maszti, te itt átférsz? Nem? Akkor körbe viszünk. Előbb kell egy toll. Elrúgja a labdát, mekkora egy paraszt. Oda. Wow, lassított felvételbe. Mau. Fel. Oké. Ott nem megy át. Ó, szépen. Végig pofozzuk. Ne vízbe. Szóval ne vízbe. Felirúgja. Ne. Na, úgy okos, ember. Okos. Megérte nevelni titeket? Igen? Igen, de én annak akartam hízelegni, na mindegy. És akkor hatalmas rivés. Csel erre, csel arra. Ilyet még a foci VB-n se tudnak. Hatalmas labdakezelés. És... Gól! Yeah, kettő. Következő jump. Csat. Így, el is megvan, van már három tollunk, de nem tudom, még csak három van. Hármat odaadtunk neki. Tényleg itt vissza tudunk jönni ez a mesügéhez. Na ragozd a magyar csak itt újra nekem, hogy most hova tűntél. Hello. Hol van? Ez sincs itt. Ez sincs itt. Miért jó, hogy ezeket föl tudom venni? Ott van a szánkba egy igazi floppy disk. Haha! Egy 3D nyomtatott mentésikom. Azt nem mondta, hogy a kenyérpirítóba lehet berakni. Már megijedtem.
De van ott Nintendónak a régi NES-nek a kontrollere, meg olló. Nem vagyunk azért annyira elveszett cicamicák itt. Mászunk fölfele. Ott van egy kapcsoló, ami nem tudom mit csinál. Erre átmegyünk. Erre, és meg is van a fényes izé. És ott is van egy fönn. Nem mondod, hogy na, de én már megértem, hogy nem tudunk felmászni. Na, így már van 20, és 25-öt kell szereznünk, hogy jó legyen, és ott csillog szintén valami fönt. Okos macska. Oda át. Jó, mentési kont ide lerakjuk. Ez egy hordó, amin van ilyen összeszedő, de... Passz. Jó, viszont annak gondolkodok, hogy oda hogy jutunk föl. Oda nem vagyunk hajlandó felugrani. Viszont látványos, hogy ott lehet valamit csinálni. Akkor másszunk át. Na, remélem nem a távköndési vezetéken kell átblattyogni. Szerintem meg fogunk tanulni mászni. Mert még nem tudunk. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezzel se jól le is fejeltük. Mi van? Ja, ezt lehet húzigálni. Na, meg vagyunk simogatva. Vannak, akik szeretik a cicákat. Azt mondta nem. És így? Így se. Így se kaptunk simi. Őrül neki. Úgy. Erre pofára se. Elloptuk a fánkját. Nem örült neki. De a fánk az kinek is kellett? Mindegy, cukik vagyunk. Egyből szelfitevvel, hogy itt vagyunk a fánkkal. És itt lejjebb jövünk. Egy. Csat. A fánkos cica. Így. Oké. Okay. És ránk há! Gyere ide, első pofára! Nem hajlandó. Akkor te első pofára, öreg lány! Na mindegy. Hoppá, hoppá! Csak nem itt is lesz egy teleport. Csatorna teleport. Kérem szépen. Ezt dobjuk kifele. Ott van megint a kutya. A kutya így random helyeket zár le egyébként. Így random jelenik meg. Nem, már több helyen láttam. Hoppá, ott is van egy valami, ami kell nekünk. Na, 22. Ott van még kidobandó. Sapka. Oké, labda. Alma kalap.
Jobb, ha egy cuki cicát találsz az almádban, mint egy kukacot. Deriz alma. És nincsen benne cica. De kukac se. Jó, maradunk a biztonsági a sapkánál. És vagy én vagyok vak, vagy hol van kuka még? Most egy elég nagy tömböt tudunk bejárni. Itt van kuka. Ami zárva van. Mert nem oda kell dobni, hanem... oda. Az ilyenbe. A mobilt is ki tudjuk dobni vajon? Fév, teli fejeltük. Kocsit. Igen. Nem. Csak lerakjuk. Ha nem baj. Itt is van ilyen kidobandó. Instant teli fejeltük a robogót. Ebbe. Ebbe nem. Itt meg látványos, hogy valamit lehet kezdeni. Úgyhogy... fogunk mint megnézelődni eleget. Van egy ilyen érzésem. Oda is be tudunk menni, oké. Blokkolva van. Milyen szavakat tud ez a macska? Blokkolva van. Ott egy ilyen, meg egy hülye kutya. Na nem baj. A szivatós itt van, jó van. Szóval örülnek, ha odaraknád, úgy, okos macska. És csinálunk egy selfit a kutyával. Mondjuk innen. Azt a nagy vagány kutyát ott. Ahogy. Sőt, a kutyáról is csinálunk egy selfit. Így rólunk. És mennyire tudunk rámenni? Ó, nagyon rá tudunk menni. Kutya-mutya is kapta a szelt. Na de. Hogy állunk a szelfikkel? Igen, mentsünk. Igen, kartondoboz, tárgy. Meg van 10 állat, meg van 2 gól. 200 dogi cica. Az fej volt. 20 madarat kell befogni, jó. 10 simogatás, meg botlás. 100 szemét. Objektumtörés, madárfészektörés. 20 kép. 42 sapka van. Az nájt, és akik még vannak rejtett archívmentek, az cathívmentek egész konkrétan. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Remélem tetszett. Aranyos kis játék, ilyen kis csilles poénkodósba majd fogjuk nyomatni még. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!